A két kardos huszár. Egyszer a régi világban egy Ónúri nevű ember hazatért a harctérről a lovával. Két kardos huszárnak ismerték a harctéren. A kocsmában aztán elkezdte magyarázni az embereknek, hogy ő milyen vitéz huszár volt. Csak hogy nem nagyon hitték a hős tetteit. Addig beszélgettek ott borozgatás közben, míg azt találta mondani Ónódi, hogy ő, ha felülhet a lovára, karba teszi a két kezét, s az utcán akármennyien vannak, két oldalt, hordófával, husángokkal, más ilyenekkel, úgy karba tett kézzel ellovagol az emberek közt. Ha valaki leüti, vagy ha csak a lova farkát is meg tudja csapni, fizeti a fogadást. Micsoda? Még hogy karba tett kézzel a lovon? Ez már lehetetlen! Fogadtak egy 50 literes hordó borban. Ónódi felnyergelte a lovát. Az emberek meg a megbeszélt helyen felálltak két oldalt az utcán, intettek, hogy jöhet. Ónódi ekkor karba tette a két kezét, neki engedte a lovát, s végig szaladt vele az emberek közt. És mire azok csaptak volna a nagy rudas hordófával, husángokkal, a ló már messze járt tőlük. A farka hegyét sem érte el a csapás. Hanem akkor megfordította a lovát Ónódi, s bizony az örült a legjobban, aki a garádján be tudott előle mászni, mert különben elgázolta volna a ló. Tám meg is eszi. Veszedelmes lett, amikor a gazdája futtából visszafordította. Megnyerte Ónódi a fogadást, az emberek nem győzték eleget dícsérni. Visszamentek a kocsmába, kifizették a hordóbort, csapra ütötték, rákezdtek inni. Addig-addig, hogy neki bátorodtak, s elmesélték, hogy a sarkadi határon van vagy 150 lovas török. Járnak be a faluba éjszakánként innen-onnan rabolni. Senkinek nem lehet nyugta tőlük. Ónódi meg ráfelelte, hogy majd ő elzavarja őket. Egyedül. Hitték is, nem is. De hát nagyon mondta, hogy hazamegy a két kardjáért, s már is elbánik a törökkel. Haza is ment. Felkötötte a két kardot, és meghagyta a mulatós társaságnak, hogy csak messziről nézhetik, mit csinál. Lóra ült, és megindult arra, ahol a törökök táboroztak. Amikor a törökök meglátták, hogy egy magyar huszár jön egyenest feléjük, lóra kaptak. El akarták fogni. Ónódi meg úgy tett, mintha nem is törődne a világgal. Fel sem emelte a fejét. Na, végre meglátta, hogy jönnek ellene, és mintha megrettent volna, megfordította a lovát, gyia, vágtatott visszafelé, a törökök utána. Na de egyszer megfordult ám a lovával Ónódi. Kézbe vette a két kardot, és kezdte aprítani őket, mint a tököt. Mikor érezte, hogy most már pihenni kell egy szusszanásnyit, megint megfordította a lovát, mintha menekülne. A jobb lovasok most is vágtattak utána, de ő megint fordította a lován, és vissza, egyenest rájuk. Kezdték a törökök maguk is belátni, hogy ez az ember elpusztítja mindannyiukat. Hát visszairamodtak. Ónódi meg utánuk, ahol érte, lecsapta őket. Végül aztán ő is elunta már, és hagyta, hadd fussanak. Leengedte a két kardot, s visszajött. Azóta nevezik török csapásnak azt a helyet a sarkadi határban.